Találkoztál már olyan fotóssal, aki folyton csak azt hajtogatta, hogy csak is kizárólag manuális módban szabad fényképezni, mert ebben tudod 100%-ig kontrollálni a fényképezőgépet. És ha bármilyen automatikus funkciót használsz, akkor egy nulla vagy. Távozz, sátán! Ez a videó nekik szól, és neked. Szia, én Majer Miklós vagyok, a Tiszta Ég, Tiszta Föld fotós weboldal szerzője. Ebben a videóban megmutatom a kedvenc fényképezőgép beállításomat, amivel szinte a fotóim 90%-át készítem, amikor kézben tartom a fényképezőgépet, és nem használok vakut, akkor gyakorlatilag mindig ezt az egyfajta beállítást használom. És ez nem a manuális mód. Ugyanis nem azért van x 100 000 forintos fényképezőgépem szuper automata funkciókkal felszerelve, hogy én minden egyes expo előtt kézzel bíbelődjek a rekesszel, a záridővel, meg az ISO-val. A manuális mód nagyon hasznos akkor, amikor van időm állítani mindent, mondjuk állványról fotózom éjszaka, vagy éppenséggel beltérben használok rendszervakut, ekkor mindig manuális módot használok. De az összes többi esetben, amikor kézben tartom a gépet, és úgy fényképezek mondjuk nappali tájképeket, vagy portrékat, vagy csak egyszerű pillanatképeket, akkor szinte mindig ezt az egy beállítást használom. Egész egyszerűen rekesz előválasztás módba rakom a gépet, ez a Canon gépeken az AV jelzés, Nikon, Sony gépeken pedig az A jelzés. Ebben az üzemmódban én választom elő a rekeszt, azaz a fényerőt, és a fényképezőgép hozzászámolja az adott ISO-hoz tartozó záridőt. Amiért szeretem ezt a módot, az az, hogy a rekeszt megválasztásával én kontrollálom a mélységélességet. Tehát például, amikor portrét fotózok, és azt akarom, hogy a háttér el legyen mosva, de az alanyom arca éles legyen, akkor szinte mindig tág rekeszt, tág fényerőt állítok be, például F4-et, F5-6-ot, ezen a 70-200-as Obin F4-es a legtágabb rekeszt, ilyenkor ezt állítom be. Ha viszont például tájképet fotózok, vagy egy utcagépet, akkor mondjuk beállítok F8-at, F5-6-ot, F11-et, és ekkor szinte minden éles lesz, az egész utcakép, vagy az egész tájkép éles lesz az előtértől a háttérig. Viszont simán előfordulhat az, hogyha ezt a rekesz előválasztásos üzemmódot használom, hogy ha kevés a fény, akkor az adott ISO-hoz és adott rekeszhez, tehát mondjuk F11-es rekeszhez ISO 100-on, már bizony túlságosan hosszú záridő tartozna. Tehát például, hogyha ISO 100-at használok, mondjuk F8-as rekeszen, akkor látszik, hogy itt a záridő már bizony nagyon-nagyon lassú lenne, 1/20 másodperc, amit kézből biztosan nem tudnék megtartani. És most jön a videómnak a lényege, az Auto ISO nevezetű funkció. Ez szerintem az egyik leghasznosabb funkció a fényképezőgépekben, és sokan nem is tudnak róla, hogy ez egyáltalán létezik. Ez az Auto ISO üzemmód azt csinálja, hogy a fényképezőgép automatikusan addig emeli az ISO-t, míg egy elég gyors záridőt nem kapsz. És a fényképezőgép baromira okos, mert ha például tudja, érzékeli, hogy én most éppen 70 mm-es gyújtótávon fotózok, akkor F8-as rekeszhez 1.80-ados, 1.60-ados záridőt fog hagyni, és ehhez az ISO-t 320-ra vagy ISO 200-ra fogja felemelni. Viszont, ha a zoom objektívemen eltekerem 200 mm-re a gyújtótávot, a fényképezőgép ezt érzékeli, és az ISO-t fölemeli annyira, hogy a záridő nekem már 1/200 másodperc lesz. Most mutatom, most 200-as gyújtótávon van, 200 mm-en, tehát ISO 800, és 1/160-ados záridőt hagy nekem a fényképezőgép. Viszont, hogyha kizoomolok 70 mm-re, akkor ezt érzékeli, 1/80-ados, 1/160-ados záridőt állít be, és az ISO-t ennek fényében lejjebb is vitte ISO 320 vagy ISO 400 körülire. Tehát ebben az Auto ISO üzemmódban a fényképezőgép gyakorlatilag automatikusan beállítja egy olyan értékre, ami olyan záridőt ad, amit még kézzel éppen meg tudunk tartani. Viszont most erre mondhatod azt, hogy de mi van, hogyha én nem tudok megtartani egy 200-as Ovi-ból 1/160 másodpercet, és teljesen igazad van. A legtöbb
magasabb kategóriás fényképezőgépen ezt az autóizó funkciót, ezt lehet finom hangolni. Most ebbe fogok belemenni. Tehát belemegyek abba, hogy menü és ISO érzékenység beállításai. És a minimális záridőnél most azt látom, hogy automatikus. Ez az az üzemmód, ahol a fényképezőgép maga dönti el, hogy ehhez az objektívhez mi az a leghosszabb záridő, amit te meg tudsz tartani kézzel, és ennek fényében emeli fel az ISO-t. A legtöbb újabb fényképezőgépen még ezt az automata minimális záridőt is lehet konfigurálni, úgyhogy bemész az autóba, és ott lehet, meg lehet neki mondani, hogy az autónál még egy rekesszel, vagy még egy-két rekesszel gyorsabb vagy lassabb záridőt hagyjon. Tehát például, hogyha itt 70 mm-en fényképezek, akkor ne egy 60 másodpercet hagyjon záridőnek, hanem mondjuk egy 150-edet, vagy egy 300-adot. Nekem ami van most a kezemben fényképezőgép, az egy viszonylag régebbi Canon 6D, és ezen ezt az automata minimális záridőt nem lehet konfigurálni, viszont lehet a minimális záridőt kézzel megadni, itt lehet látni, hogy 1-250-ed, 125-öd, tehát ha például beállítom azt, hogy 1-250-ed, akkor a gép mindig olyan izót fog nekem adni, ami ahol a záridő legalább 1/250-ed másodperc lesz. Akármilyen rekeszt választok ki. Látszik, hogy ahogy nyitom ki a rekeszt, annál alacsonyabb ISO érzékenység szükséges ahhoz, hogy ez az 1/250-es záridő meglegyen. És ugyanígy, ha belemegyek itt a minimális záridőbe megint, akkor lehet, hogy mondjuk rakom 1/15-ödre, és látszik, hogy ilyenkor elég már a ISO 100 is, megvan a megfelelő záridő, de hogyha elkezdem lerekeszelni, akkor már lehet, hogy följebb kell emelnie neki, ISO 640-re. Az autó ISO üzemmódban, tehát a fényképezőgép mindig addig emeli az ISO-t, hogy a záridő éppen megfelelő legyen. Tehát gyakorlatilag ezzel a funkcióval, ezzel az autó ISO-val rekesz előválasztásos üzemmódban gyakorlatilag semmi dolgom nincsen, csak komponálok, és fókuszálok és fényképezek, az összes többi fénymérési dolgot a fényképezőgép elintézi magától. Most ezen a Canon 6D-n ezt a minimális záridőt ezt lehet kézzel is választani, mint ahogy az előbb megmutattam, de lehetséges olyan, hogy én valami olyan gyors mozgást fényképezek, ahol ez az 1/250-es záridő, ez nem megfelelő. Ilyenkor lehet egy trükköt alkalmazni. Ugyanis ez az autó ISO üzemmód, ez a manuális módban, tehát amiről a videó legelején szó volt, ez a manuális üzemmódban is működik. Tehát ha például azt szeretném, hogy nekem a záridőm soha nem menjen 1000 másodpercnél hosszabbra, tehát soha ne legyen mondjuk 1/500-ad, például, hogyha valami olyan gyors sportesemény fényképezek, és mindig azt akarom, hogy legalább 1000 másodperc, vagy annál gyorsabb legyen a záridő, akkor azt tudom csinálni, hogy a gépet autó ISO-n hagyom, viszont a gépet átrakom manuális módba, és most jön a lényeg, kiválasztom a rekeszt, amin akarok dolgozni, és a záridőt elkezdem megnövelni 1000 másodpercig. Ezáltal a gép mindig tartani fogja ezt az 1000-es záridőt, és egész egyszerűen az ISO-t fogja mindig emelgetni addig a pontig, amíg jó expozíciót kapok. Most például, hogyha arra fordítom a gépet, akkor ISO 3200-at választ ki, ha fejjel fordítom az ég felé, akkor ISO 800-at, mert az sokkal világosabb van. A végére akkor egy összefoglaló. Ha kézben fotózol és nem használsz vakót vagy állványt, akkor a legegyszerűbb, hogyha a rekesz előválasztásos programot, azaz az AV vagy A programot használod, kiválasztod, hogy milyen rekeszen szeretnél dolgozni, ezt te tudod, hogy milyen objektíved van és milyen mélységélességet szeretnél használni, majd az ISO érzékenységet autó ISO-ba rakod. Ezáltal a gép mindig annyira fogja megemelni az ISO-t, hogy még éppen megfelelően gyors záridőt kapj ahhoz, hogy a kezed által ne mozduljon be a kép. Ha neked ez az autó ISO beállítás nem jó, akkor ezt tudod konfigurálni a fényképezőgép menüjében, az ISO érzékenység menüpont alatt a minimális záridőt be lehet állítani, vagy autóra, akkor a fényképezőgép maga találja ki a gyújtótávolság függvényében, hogy mi legyen a legkisebb záridő. Vannak újabb profi fényképezőgépek, ahol ezt az autó minimális záridőt is lehet gyorsítani vagy lassítani. Vagy ha ez nem jó, és te kézzel akarod beállítani, mi legyen a leglassabb záridő, akkor csak kézzel megadod a
menüben. Ha a gépeden nem lehet azt a minimális záridőt kiválasztani, amit te szeretnél, akkor érdemes a fényképezőgépen a manuális programot kiválasztani, ott beállítani a kívánt rekeszt és a kívánt záridőt, majd az autóizó funkciót aktiválni. Ekkor a rekesz és a záridő mindig ugyanannyi lesz, tehát mondjuk 1000 másodperc, meg F56-os rekesz, viszont a fényképezőgép folyamatosan mozgatni fogja az izót, annak érdekében, hogy helyes expozíciót kapjál. Remélem, hogy tetszett ez a videó. Most indult el a YouTube csatornám, úgyhogy nagyon örülök, hogyha feliratkoztok itt lent, valamint ellátogathatsz a tisztaég-tisztaföld.hu fotós weboldalamra, ahol számtalan fotós témájú írást találhatsz. Nem sokára találkozunk!